Szeretettel köszöntelek, vagy köszöntöm, ez már a harmadik jó reggeli imádkozást műsorunk, ahol igyekszem elmondani, hogy én jó reggel, hogyan keresem az Urat, hogyan vagyok Ő vele, hogy élem meg az ő jelenlétét. Ugye Dávid és Jézus is ezt tették, és elég hatékonyak voltak. Dávidról azt mondja, hogy Istennek a szerelmese volt. Dávid állandóan énekelt Istennek. Fölkelt, és azzal kezdte reggel. Felkeltette a hajnalt, azt mondta. Na, hát én, ahogy el is mondtam, én teázgatni szoktam ott hajnalonként, és akkor szoktam beszélgetni Istennel. Hogy az előző adásban elmondtam, megszólítom az Atyát, megszólítom Jézust, megszólítom a Szent Szellemet, és hát utána következik az izgalmasabb része, vagy hát nem is izgalmasabb, hát eddig is izgalmas, de az a része, amikor én a reggeli imádkozást arra is felhasználom, hogy megpróbálom helyére tenni saját magamat. Ugye Dávid mondja a 103. Zsoltárban, hogy áldja dél lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldja dél lelkem az Urat, és el ne semmi jó téteményéről. És fölszólítja a saját lelkét, hogy emlékezzen az Istennek a tetteiről, dolgairól, és megemlékezik arról, hogy ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Aki jóval övezi fel az ékességedet, és megújítja az ifjúságodat, mint a sasét. Na hát én elkezdek arról beszélni Istennek, hogy én elfogadom azt, hogy ő benne, én ki vagyok. Ő az Isten, az én atyám, ő Jézus az én megváltóm, ő a szent szellem, aki újjáteremtett és újjászült, és Isten gyermekévé tett engem. És elkezdem kimondani azokat a dolgokat, amikben hiszek. Hogy hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ott a kereszten, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ő nem hazudott, nem egy illúziót mondott hanem azt mondta el, ami a tény, ami a valóság, ami az igazság, ami képes felülírni a látható valóságot. És azt mondta Jézus, és azt mondja Pál ugye a római levélben, hogy Isten őt bűnné tette azért, hogy én Isten igazsága vagyok ebben a világban. Jézus Krisztus átokká lett azért, és én kimondom, azért, hogy én az Ábrám áldásának örököseként éljek ebben a világban. Ő lett a fájdalmak férfia, ő lett a betegség ismerője. És azt mondja, hogy elvette, és elhordozta az én betegségeimet és fájdalmaimat, és nem csak az enyémet, ilyenkor beszoktam hozni a képbe azokat az embereket, akikről tudom, hogy bajban vannak. És megemlékezem arról, hogy ez az elvégeztetett, ez igaz ő rájuk. És akkor itt van, amikor a Szent Lélek átírja az egészet, és átmegy az egész abba, hogy elkezdek imádkozni a bajban szükségben levőkért, és jó esetben ez a dolog, de ez majd egy későbbi következő adásban mondom el, átmegy oda, hogy érzen az Istennek a jelenlétét, és akkor Jézus nevében elkezdek egészséget, életet szólni. Elkezdek szólni a betegségeknek is, hogy takarodjanak el. És tudod az az érdekes ebben, hogy ahogy ebben teszem, csesz, teszem magam, <tosz> teszem ide oda magam, ahogy, ahogy élek az Úrnak a jelenlétében. Ez élet maga, ez a maga az élet. Annyira jól érzem magam, hogy sokszor már nincs kedvem visszafeküdni, aludni. És telik, telik, és csodálatos dolog az, hogy ilyenkor már nem én találom ki a dolgokat, hanem ő adja, hozza, ő viszi előre az imádkozást. És akkor jönnek a különböző dolgok, hogy én Isten igazsága vagyok ebben a világban, hogy én meggyógyultam Jézus sebeiben. Kimondom az egész szellemvilág előtt azt, amit Jézus elvégzett, hogy az érvényes én ér rám. Kimondom a hitemet. Ugyanazt a dolgot mondom, amit az Isten igéje mond rólam. Azért, mert azt mondja a zsidó levélben, hogy olyan főpapunk van, aki a megvallásainknak, a hitünk megvallásának a főpapja, és ezért ragaszkodjunk ehhez a megvalláshoz. És tudod, én azt tapasztalom, hogy, hogy kimondom ezeket az igazságokat, hogy én hiszem ezt megerősödök ezekben. És amikor megyek nappal, vagyis napközben, akkor nekem nem kell most már újabb torna gyakorlatokat bemutatni, hanem él bennem ő. Ezért mondja Timóteusnak Pál, gerjeszt fel a benned levő kegyelmi ajándékot. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, nekünk is van feladatunk ebben. Na hát innen folytatjuk holnap reggel.